Önök a heti szakaszt Breuer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. ...5774 éves kultúra Magyarországon. Olyan, hogy élnek a zsidók hazánkban? Műsorunk vendége Szabó György, a Mazsök kuratóriumának elnöke, és sorolhatnám még sokáig az ön beosztásait. Mi újság? Mi történik a magyar zsidósággal? Magyar zsidóság úgy gondolom, hogy megpróbálja újra definiálni önmagát. Nem vagyok benne biztos, hogy ez mindenben gördülékenyen halad előre, de mint minden újraértelmezés esetén azt hiszem, hogy az elfogadható, hogy kisebb döccenők és kátyuk vannak az úton. Nyilván egy alapvető választóvonalhoz érkezett nem csak a magyar zsidóság, hanem az európai zsidóság, illetve a világ zsidósága is, hiszen egy generációváltás időszakát éljük, amikor a felnövekvő generációnak már egy kicsit más értelmezése van a zsidóságával, illetve a zsidó közösségek feladataival kapcsolatban. Önön ugye nem látszik külsőleg, de ön egy, azt is mondhatnám, vallásos, vagy ha jobban hangzik, szombattartó zsidó, aki megjelenik hétvégéken, amikor kell a zsinagógába, és megpróbál az előírásoknak megfelelően élni. Így aztán magától adódik a kérdés, hogy ha röviden összefoglalná az elmúlt zsinagógai esztendőt, 5774-et, és természetesen mit vár 5775-ös ránköszöntő zsidó új esztendőtől? Hát úgy gondolom, hogy a szép lassan elmúló év nem fog a zsidóság legfényesebb évei közé tartozni. Így elúl hó legelején, ugye, amikor a felvétel készül, ugye ez a hónap amúgy is a számvetésnek a hónapja. Tehát így igazán aktuális, hogy számot vessünk az 5774-es évről. Úgy gondolom, hogy akár az izraeli zsidóság, akár a magyar zsidóság tekintetében ez nem egy fényes év, ugye az izraeli helyzettel mindenki tisztában van, a nyár gyakorlatilag háborúval telt, jelentős áldozatokkal mindkét oldalon. Ugye a magyar zsidóság tekintetében ez az év meglehetősen szerencsétlenül indult. Néha felesleges konfliktusok fölvállalásával, a konfliktusok elülését követően a konfliktusok mesterséges újraélesztésével gyakorlatilag az év első 8 hónapja egy konfliktusokkal teli időszak volt, és úgy gondolom, hogy a magyar zsidóság közéleti megítélését legalább másfél évtizeddel visszavetette az elmúlt néhány hónap eseménye. Beszélt az izraeli eseményekről, ennek egyenes következménye volt egy olyan kezdeményezés, amiben példaértékű módon a magyar zsidóság összetudott fogni. Erről, ha beszélne pár szót. Igen, aktuális a kérdés, hiszen ma tölti az utolsó napját Magyarországon az első adásunk felvételékor ma tölti az utolsó napját az első csoport Budapesten. Úgy gondolom, hogy fergeteges sikerrel, kitűnő programok, kitűnő ismerkedések és egy nagyon tartalmas programsorozat zajlott le az elmúlt hét folyamán. Az izraeli csoport teljesen föltöltődve, kis túlzással újjászületve hagyja el az országot
a mai éjszaka, és a felvétel időpontjához képest holnap reggel érkezik meg a második csoport 36 gyerekkel és 4 felnőttel Asdod városából, akikkel remélhetőleg nem kevésbé tartalmas programokat vagy napokat fogunk eltölteni Badacsony-Tomajon, Bécsben és Budapesten. Azt mondja, hogy a gyerekek feltöltődve térnek vissza Közel-Kelet egyetlen demokratikus országában. Mégis ön szerint ez a magyar imidzsen is javított valami, hogy egy ilyen háborús helyzetből a magyar zsidók kezdeményezésére idehoztak diákokat egy kicsit pihenni, hisz erről részletesen beszámolt úgy az elektronikus, mint a nyomtatott média Izraelben. Nyilván akár a gyerekekkel, akár a pedagógusokkal folytatott beszélgetések kapcsán egyértelmű, hogy nem csak a magyar zsidóságról, a magyar közösségekről alakult ki egy nagyon pozitív kép, hanem Magyarországról is. Hiszen egyrészt a átlagos izraeli turista Budapestet nem hagyja el, az itt lévő csoportok Badacsony-Tomajon kívül a Balaton környéki számos településen megfordultak, kalandparkban voltak, minden olyan helyen voltak. Hát, hogyha izraeli lét után kalandparkra van szükség, akkor jó. Minden olyan helyen, ahol kiválóan ki lehet kapcsolni. Tehát úgy gondolom, hogy a magyar zsidó közösségeken kívül Magyarországról is igen pozitív benyomást szereztek, és úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat fognak beszélgetni és beszélni erről az egy hétről az elkövetkező hetekben, hónapokban otthon. Van önnek egy másik sapkája is, mint a felvezetőben mondottam. Ön a Mazsök kuratóriumának az elnöke. Hát arra szélcsend van? A Mazsöknél úgy gondolom, hogy soha nincs szélcsend, hiszen mindig vannak aktuális ügyek. Jelen pillanatban éppen a Claims Conference-el történő elszámolások folynak, mint ahogy arról többször hírt adtunk az elmúlt évek során, hosszú évekig tartó vitát sikerült másfél évvel ezelőtt lezárni. Jelen pillanatban elkövetkezett az elszámolás időszaka, ahol az egyik nagy nemzetközi könyvelő és auditáló társaság auditálta a pénzeknek az elszámolását. Pont a adás felvételének a napján adjuk le a nemzetközi és a hazai elszámolásokat a miniszterelnökség irányában, amely hála jó Istennek nagy eltéréseket nem mutatnak. Mit szól ön ahhoz, hogy a Claims Conference kivonul Magyarországon, bezárta irodáját, jövőben vajon hol intézhetik ügyes-bajos dolgaikat az arra rászoruló túlélők? Természetesen nem vettük örömmel mi sem, mint Mazsök a Claims Conference Magyarországról való kivonulását, hiszen értelemszerűen azt fogja eredményezni, illetve azt eredményezi, hogy nyilván a Mazsökre nagyobb teher fog hárulni. A Claims munkáját a jeruzsálemi Claims iroda fogja végezni magyar nyelvű adminisztrációs hálóval. Tehát aki a Claims Conference-el közvetlenül szeretne beszélni, az egy jeruzsálemi ingyen hívható számon magyarul beszélő, jól beszélő asszisztensekkel fogja tudni a dolgait letárgyalni. Beszéltünk egy másik médiában arról, hogy a Mazsök immáron második esztendeje, hogy a Mazsök a tanévkezdésnél besegít a zsidó iskolákban tanulóknak, illetve azok szüleinek. Ezzel tulajdonképpen a Mazsök le is tudta a következő generáció támogatását, vagy még tervez valamit? Nem a szülőket segítjük, hanem a gyerekeket, maximum a szülők közvetítésével. Több mint 120 zsidó oktatási intézményben tanuló diák kap a Mazsöktől iskolakezdési, vagy úgy általában a tanév teljes egészében folyó támogatás, hiszen a támogatás két részletben kerülnek vásárlási utalványok formájában kifizetésre, az egyik évkezdetkor, a másik a második fél év kezdetekor, mely utalványok ugye csak és kizárólag a gyerekek javára szolgáló élelmiszer, eszközök, ruházati cikkek beszerzésére használhatóak föl.
Nyilván a fiatalsággal, ifjúsággal való foglalkozás folyamatosan napirendi van a mazsok előtt. Egyértelmű, hogy a Badacsony-Tomajon lévő ingatlannak a tavalyi kisebb fejlesztése, az idei nagyobb volumenű fejlesztés és remélhetőleg a jövőbeni még nagyobb irányú fejlesztés arra irányul, hogy egy olyan hazai és nemzetközi nyaralóközpontot hozzunk létre, ahol a zsidó, magyar és külföldi zsidó fiatalság tartalmasan tudja eltölteni az ott lévő szabad idejét. Nyilván, amikor az üdülő téliesítése is megtörténik, akár egész évben tudja fogadni az iskolás közönséget. És természetesen a mazsök szárnyai alatt lévő szervezeteket egyre inkább próbáljuk abban arra az irányra ösztökélni, hogy a pénzbeni és egyéb erőforrásaikat a zsidó ifjúság nevelésére fordítsa a jövőben egyre nagyobb energiával. Azért ugye még marad energiája arra is, hogy a túlélőket támogassa. Természetesen, hiszen egyrészt alapvetően a mazsök egyik fő feladata a holokauszt túlélőkkel való foglalkozás, másrészt az én egyik személyes fő feladatom és legfontosabb feladatom a holokauszt túlélőknek a életének a megkönnyítése. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy milyen módon tudjuk még a jelenleg is közöttünk lévő, és reméljük, hogy 120 évig közöttünk lévő holokauszt túlélők mindennapjait a továbbra is könnyebbé tenni. Elul Havába, mint említette, minden nap szlihottokat mondunk, bocsánatokat kérünk. Íme önnek is a lehetőség, hogy nézőink közül, ha valakit megbántott, vagy hittestvérei közül bocsánatot kérjen, és természetesen a lehetőség, hogy boldog, békés zsidó új esztendőt kívánjon kedves nézőinknek. Természetesen a szokásnak megfelelően bárkit akár akaratlanul is megsértettem, megbántottam az elmúlt év folyamán, elnézést kérek mindenkitől, és hogy elköszönni szokásan átová, meg marhatimátová az összes nézőnek, és reméljük, hogy a következő 5775-ös évben is sokszor fogunk egymással találkozni. Hát akkor sanátová. Sanátová.